Kevés a burgonya, ebben az évben kevesebb és gyengébb minőségű a hazai és nemzetközi termés is. Anya-gyermek kapcsolat. A gyermek testi fejlődése mellett a lelki fejlődést is nagy mértékben befolyásolja az édesanya. Versenyképes tudás. 1 milliárd forintos támogatással indít OK és valamint hatósági agrárképzéseket és tréningeket a Bakta Lóránd házi Vajj Ádám iskola. Szinte teljesen elfogyott a magyar burgonya a boltok polcairól. A Kölcsei televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket. A hiány fő oka, hogy kevesebb és gyengébb minőségű is az idei termés. Emiatt több importra szorult az ország az elmúlt hetekben, bár az európai piac helyzete sem jobb. A vásárlók ennek is köszönhetően jelentős drágulásra számíthatnak a boltokban. Traktor hangja töri meg a csendet ezen a gyulatanyai burgonya földön. Jelenleg az úgynevezett töltögetési munkát végzik a növénynél, amelyet hamarosan a gyomirtózás követ. Az augusztusi-szeptemberi szedés előtt még az öntözési, növényvédelmi és tápanyag utánpótlási feladatokra kerül sor. Azonban az őszi asszály után a tavaszi szárazság sem kedvezett a krumpli kelésének. A zöldség emellett a túlmeleget sem szereti, ennek is volt köszönhető az elmúlt évi termés kiesés. A tavaly termés az valóban egy 40-50%-kal kevesebb volt, de ez nem csak Magyarországon, hanem a Európára jellemző, például Németországban is 40-50%, ami meghatározó a burgonya termesztésben, illetve Lengyelország esetében is, tehát ez európai jelenség a klímaváltozás miatt. Sajnos ugye a burgonya 25 fokon felüli hőmérsékletet már nem nagyon tolerálja, és bizony, hogy július-augusztusban 30 fokon felül, ami még egy nagy szárassággal párosult. Nem csoda, hogy a kevesebb termés miatt mostanra szinte teljesen kiürültek a boltok polcai, már ami a hazai burgonyát illeti. Ennek köszönhetően az ország több importra szorult. A mennyiség mellett ráadásul a minőség is gyengébb volt tavaly. Az árak viszont közben jócskán megúrottak. A KSH februári adatai szerint egy év alatt 66%-os drágulás volt a krumplinál, amit az azóta eltelt időben újabb árnövekedés követett. A mezőgazdaságért felelős miniszter szerint a burgonya helyzeten is segíthet a jövőben a tároló kapacitás növelése és az öntözési infrastruktúra javítása. Azon dolgozunk, a vidékfejlesztés operatív program pályázatai pontosan azt segítették el, hogy tudunk hűtőházakat, tárolókapacitást készíteni, hogyan tudunk minél több feldolgozott terméket létrehozni a burgonyából is, enyhítve a hiányt, ami fölmerült. Nem csak Magyarországon van probléma a burgonyával, hanem szerte Európában kevesebb termett a nagy asszály miatt. Bizony, ezért az öntözést nagyon komolyan kell vennünk, és az a feldolgozást kísérő összes infrastruktúrális beruházást. Ez az a kötelességünk, feladatunk, amiben intézkednünk kell. A híradónak nyilatkozó gazdálkodó szerint a burgonya ugyan sok törődést igényel, de meghálálja azt. A megfelelő fejlődéséhez jó minőségű vetőmagra, táptalaj előkészítésre és öntözésre van szüksége. Évente egyébként mintegy 30-50 kiló krumplit fogyaszt egy átlag magyar, ez néhány éve még magasan volt. A hazai ültetőfelület közben jelentősen csökkent az elmúlt 10-15 évben, most mintegy 10.000 hektárnyi az országban. Több kutatás is bizonyítja, hogy mennyire kulcsfontosságú az édesanya szerepe a gyermekek első 3 évében. Az egyik ilyen felmérés szerint a gyermekben 3-4 éves kora körül bontakozik ki teljesen az úgynevezett reflektív funkció. Ez az a mechanizmus, amellyel a kisgyermek képessé válik mások viselkedésének és saját cselekedetei szociális következményeinek előrelátására. Hogy ez a készség felnőttként is megfelelően működjön, elengedhetetlen az édesanya szerepe. Az anya és gyermeke közti kapcsolat már a várandóság idején elkezdődik, a szülés utáni pár hónap pedig igazán meghatározó. Hogy a gyermek a későbbiekben képes legyen a kötődésre, kiemelten fontos az újszülött és a csecsemőkor. A reflektív kapcsolat hiánya azonban komoly negatív következményekkel járhat, veszélyeztetheti az érzelemszabályozást. Ez a bizalom, ami kialakul a most anya vagy elsődleges gondozó között, az azért nagyon fontos, mert meghatározza azt, hogy az egész életünkben hogyan érezzük magunkat és hogyan gondolkodunk. Hogyha azt tapasztalja meg egy csecsemő is, egy kisgyerek, hogy a szülőt szereti és elfogadja olyannak, amilyen, akkor az egy nagy biztonságérzetet ad neki is, és ő azt éli meg magáról, hogy ő jó és szerethető. Hogyha viszont valami miatt sérül ez a kapcsolat, és nem ez lesz az alapélménye a
gyerek, csecsemőnek, kisgyereknek, az akár a későbbi életére negatív befolyással is lehet. A támogatás normális esetben örök, azonban az idő múlásával kicsit átalakul. Fontos, hogy a szülők elfogadják azt, hogy gyermekük nem igényli a felnőtté válás után, hogy beleszóljanak az életébe, ha nem maga kéri. Ez teher lehet egy fiatal számára. Az elszakadást az édesanyja sokszor azzal próbálja késleltetni, hogy rendszeresen olyan helyzetet teremt, amiről tudja, hogy a gyermekét nem hagyja hidegen. Ez egy játszma, tette hozzá a pszichológus. Az anya-gyermek kapcsolat pozitivitása felnőtt korban már két emberen múlik. Hogyha a szülő is akár milyen ok miatt vagy, mert túl féltő, túl gondoskodó, túl szerető szülő, és nagyon-nagyon ragaszkodik a gyermekhez, akkor valóban ez később gátja lehet a fiatal önállósodásának, aminek egy következő mérföldköve az a serdülőkor, ott történik meg igazából már a távolodás a szülőtől, az érzelmi távolodás, az önállóságnak a kezdetei, és hát fiatal felnőtt kor az az időszak, amikor igazából tulajdonképpen teljesen különállóvá kell válniuk érzelmileg is, meg akár fizikailag is, hogy hogyha elköltözik már a fiatal otthonról, és próbálgatja a szárnyait. Egy közös beszélgetés a jó kommunikáció a megoldás ebben az esetben. Mindkét félnek el kell mondani, amit szeretne, mire van szüksége. Ez azonban semmiképpen sem az anya-gyermek kapcsolat megszakítását vagy megromlását jelenti. A kapcsolat változását, a gyermek felnőtté válását és önállósodását bármilyen nehéz is el kell fogadni, javasolja a szakember. 1 milliárd forintos támogatással indít OKJ és valamint hatósági agrárképzéseket és tréningeket a Baktalóránt házi Vajjá Ádám iskola 6 másik intézménnyel karöltve. A cél, hogy a májustól elinduló 17 féle tanfolyammal az érintett megyékben növeljék az ágazatban dolgozók versenyképességét. A megye egyik legjelentősebb agrárszakképző bázisa a Baktalórendházi Vajjá Ádám gimnázium, mezőgazdasági szakképzőiskola és kollégium. A több mint 50 éves múltra visszatekintő intézmény a folytatásban a felnőtt képzésben is nagyobb szerepet vállal. Egy konzorcium tagjaként indít tanfolyamokat. Közel 20 féle képzést kínálunk, közel 4000 ember tud majd ezeken a képzéseken részt venni, ezek jellemzően OKJ és képzések és hatósági engedélyeket is tudnak ezen belül a hallgatók majd szerezni, tehát T-kategóriás jogosítványhoz juthatnak, és mindenféle agráriumhoz, erdészethez, élelmiszeriparhoz kapcsolódó OKJ-s szakképesítéseket úgy, hogy a támogatás megengedi azt, hogy 10% befizetésével hozzá tudnak jutni a hallgatók ezekhez a szakképesítésekhez. Az Agrárminisztérium fenntartása alatt működő iskola 6 másik intézménnyel nyerte mintegy 1 milliárd forintot. Közösen dolgoznak azon, hogy az érintett 6 megyében az agráriumból, erdészetből és élelmiszeriparból élők tudásszintje versenyképessége növekedjen. A tanfolyamok májusban indulnak és 2021-22 környékén fejeződhetnek be. Mint a nyitó rendezvényen elhangzott, a megyékben húzó ágazatnak számító mezőgazdaságban különösen fontos a folyamatos képzés, amelynek meg kell felelni a jövő elvárásainak. A Nemzeti Vidékstratégia az a gondolkodó, önmagát fejleszteni képes emberekből álló vidéki társadalom felépítését követeli meg. Ezért fontos, hogy a már megszerzett tudást is folyamatosan frissítsék, és újakat ismerjenek meg. De emellett az is elengedhetetlen, hogy akik szakképesítés nélkül vannak, azok számára is lehetőséget teremtsünk új szakmai ismeretek megszerzésére, segítve őket ebbe a munkahelyi szerzésbe, illetve a munkahelyi megőrzésében. A helyettes államtitkár hozzátette, az agrárszakképzés elsőleges célja, hogy olyan fiatalok kerüljenek ki a munkaerőpiacra, akik kiválóan ismerik a szakmájukat, innovatívak, vállalkozó szelleműek, környezettudatos szemlélet és a piaci törvények ismerete jellemzi őket, emellett az emberi erkölcsöket is tisztelik. A hamarosan induló képzések elvégzésében a részvevők mások mellett méhészekké és zöldséggyümölcsfeldolgozókká válhatnak. Közel 700 millió forintos fejlesztési forrás nyert a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc gimnázium és a Vásárosnaményi 5-ös József iskola és annak tagintézménye. Az épületek energetikai felújítása már régi célja mind az önkormányzatnak, mind a kisvárdai tankerületi központnak. Az önkormányzat terve, hogy élen járjanak az energiatakarékos megoldások használatában.
Vásáros Namény számtalan beruházásra nyert forrást a terület és település fejlesztési operatív program keretéből. Legutóbb energetikai korszerűsítésre nyert fejlesztési forrást a város a Kisvárdai tankerület 3 intézménye számára. A település polgármestere elmondta, az önkormányzat és a tankerület között jó a viszony, ennek köszönhetően a beruházásokat is összehangolják. Ennek az összhangnak az lett a következménye, hogy a gimnáziumunk, a II. Rákóczi Ferenc gimnázium energetikai fejlesztése teljes szélességben, teljes körben megvalósul. Volt egy része, amit a tankerület, volt egy része, amire mi pályáztunk, így aztán az önkormányzati pályázatból a nyílezáró cseréje, illetve a hőszigetelés és napelemes rendszer kiépítése megtörténik. Elmondhatom büszkén a volt iskolámra, hiszen a 5. iskolában nőttem föl, ott voltam tanító és ott lettem igazgató is. Szintén sikerült egy pályázattal egy ilyen 270 millió forintos nagyságrendben energetikai fejlesztést kivitelezünk, majd sikerül meg kivitelezünk, a pályázat az nyertes pályázat, itt is a kazánrendszer cseréjén túl nyílászáró cseréje, illetve itt is a teljes hőszigetelés megvalósulhat majd. A három beruházásra összesen mintegy 700 millió forintot nyert Vásáros Namény. Itt a II. Rákóczi Ferenc gimnáziumban, legutóbb tavaly ősszel, egy 135 millió forintos korszerűsítés fejeződött be. Többek között új tantermet alakítottak ki, és eszközbeszerzés is történt az intézményben. A beruházások a Vásáros Naményi Általános Iskola tagintézményét is érintik. A Vitkai Kölcsei Általános Iskolánkban, amely az ötösnek a tagintézménye, itt szintén megvalósulnak azok a elemek, amelyek a tankerületi pályázatban nem voltak ott, ugyanakkor ebben a projektben szerepelhettek, itt is az energetikai fejlesztés széles körben és teljes körben megvalósulhat majd. Bízunk abban, hogy a számláink már most ugye már tankerületet terhelik, de közelíteni fognak a nullához, ezáltal nem csak környezettudatosan és környezettudatra neveljük a gyermekeinket, hanem mi, mint önkormányzat is élen járunk ebben. Az oktatási intézmények felújítása után is folytatódnak a fejlesztések Vásáros Naményban. A Zöldváros projekt keretében megújul az Ötvös Kúria és az Ötvös utca is. Magyarország 15 éve csatlakozott az Európai Unióhoz, ennek pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is az egyik legnagyobb haszonélvezője lett, hangzott el az MSZP sajtótájékoztatóján. Jeszenszky András, a párt városi elnöke szerint a helyi tömegközlekedés fejlesztésen túl a diákcsere program és a munkaerő szabad áramlásának fenntartásáról kell majd dönteni a május 26-ai választáson. Az egyértelmű tétje az, hogy milyen listák, milyen pártoknak a képviselői kerülnek többségbe az Európai Unióban a Magyarországot képviselő pártok közül. A tét az, hogy egy olyan pártnak a képviselői kerülnek a többségbe, akik hintáznak az uniós tagság és az uniós kilépés között, vagy egyértelműen ennek a fejlődésnek, a modernizmusnak a képviselői. Az MSZP párbeszéd közös listája ezt az értéket képviseli. Gyógypedagógusok, logopédusok és pszichológusok vitatták meg az esélyteremtési szakterületek újdonságait egy hétfői nyíregyházi konferencián. A találkozót Együtt a fejlesztésben az esélyteremtésért címmel rendezte meg a nyíregyházi tankerületi központ a megyei pedagógiai szakszolgálattal közösen. A szakemberek az újdonságokon kívül a tapasztalataikat is megosztották egymással annak érdekében, hogy minél hatásosabban tudjanak segíteni rászoruló gyermekeken. Az egyedülálló konferencián a szakmai előadások palettája széles, a szakértői bizottságok munkájával összefüggő területeket öleli fel. Konferenciának a célja 4 megyének az összefogása a megyei szakértői bizottságok terén, a diagnosztikai munkának a legfrissebb tudományos kutatásait tulajdonképpen előtérbe tárja. 4 szekcióban logopédia, gyógypedagógia, pszichológia és a súlyos halmozottan akadályozottak szekciójában. A Magyarország egyes területei közötti nagyfokú regionális fejlettségbeli különbségek felszámolása érdekében lényeges az azonos nehézségekkel küzdő régiók eredményeinek megismerése és a bevált jó gyakorlati tapasztalatok megosztása, illetve átvétele. Ezt a célt szolgálja a konferencia, a szakmai bizottsági tevékenységet végző szakemberek szakmai kompetenciájának fejlesztésével, regionális tudás megosztásával.
Nagyon fontos az együttműködés nem csak a szakértői bizottságokon belül, hanem az ágazatközi együttműködés jegyében is, ugyanis az orvosi diagnosztika és a gyógypedagógiai diagnosztika nagyon sok mindenben hasonlít, ugyanakkor eltérések is megfigyelhetőek. A mai alkalom arra lesz kiváló, hogy ezeket az álláspontokat tudjuk közelíteni minden témában és minden szakterületen, azért, hogy az ellátás a megyénkben és a más megyékben is széleskörűbb legyen, pontosabb és exakt a mai kornak megfelelően. A program hozzájárul a minőségi pedagógiai szakszolgáltatásokhoz való hozzáférés javulásához. A szakmai előadásokkal és kerekasztal beszélgetésekkel színesített programon a Hajdú-Bihar megyei, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, a Heves megyei, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat szakemberei vettek részt. Győzelemmel zárta a szezont a Nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NB1 utolsó fordulójában már bajnokként pályára lépő NTK Egerben nyert 5-3-ra. A nyíregyháziak mellett a nyugati csoport bajnokaként a székesfehérvári Köfém SC jutott fel a Szuperligába. A legerősebb összeállításban utazott Egerbe már bajnok NTK, ahol az első párok után 2-0-ás hátrányba került a dobogóra hajtó hazaiakkal szemben. A középső kört követően is megvolt a különbség, a folytatásban azonban egyenlítettek a vendégek, és a több fának köszönhető pluszpontokkal 5-3-ra megnyerték a mérkőzést. A nyíregyháziak is feltették a koronát egész éves teljesítményükre. Igazából jól indult a bajnokság, a 7. fordulóig folyamatosan győzni-győzni tudtunk, és ott jött egy komoly hullámvölgy, ahol 3 mérkőzésen is pekesen játszottunk, illetve azt lehet mondani, hogy Szegváron egy végképp rosszul játszott a csapat. Az volt a hullámvölgy, viszont onnantól kezdve, és még természetesen hozzátenném, hogy a hazai Eger elleni vereségünk is meglepetés volt. Mindenképpen néhány fán múlott, de onnantól kezdve már nem tudtunk hibázni, folyamatosan nyerni tudtunk. A tavasz folyamán veretlenek lettünk, minden mérkőzésünket, illetve egy bátonytereni mérkőzésünkön döntetlen lett, minden mérkőzésünket ponttal, pontokkal tudtuk befejezni, és azt lehet mondani, hogy azzal az Egerrel szemben, aki 2 ponttal vezetett az őszi szezonban, most így a tavaszi szezon végére 7 pont lett a különbség, és ebből is látszik, hogy mennyire sikerült nagyon jól játszanunk tavasszal, és hozzáteszem, hogy a másik helyezett BKV előrével szemben is 5 ponttal zártuk ezt a bajnokságot, úgyhogy ahogy az egri csapat is nyilatkozott, hogy mindenképpen a legjobb csapat jutott fel a Szuperligába. Bár a bajnokságnak vége, a nyíregyházi játékosok még edzésben maradnak, mivel 2 nemzetközi megmérettetés is vár rájuk a nyári pihenő előtt. Május utolsó hétvégén, azaz június első napjaiban a Kárpát-kupát, a jubileumi Kárpát-kupát fogjuk megrendezni, ugyanis 20. éves már a Nyíregyházi Teke Klub ebbe az évbe, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon nagy évszám számunkra. Ekkor a szokásos külföldi csapatokat fogjuk majd vendégül látni Nyíregyházán, illetve egy másik meghívásnak teszünk eleget. A Nagysáros csapatánál, Szlovákiai Velkisárosban veszünk majd részt június 22-én egy nemzetközi tornán, ugyanis a sárosi sport élet 100 éves évfordulója alkalmából rendeznek egy különleges tornát, ahova a nyíregyházi testvércsapatot is meghívták. A Nyíregyházi Teke Klub mellett a nyugati csoport bajnokaként a székesfehérvári Köfém SC jutott fel a Szuperligába. A legmagasabb osztálytól a Balogunyom és az Ajka búcsúzott. 2 vereséggel zárult a nyíregyházi kosársuli pécsi túrája. Farkaséczky Gyuláné együttese az amatőr NB1-ben a Pink KKS-től 85-55-re, a Peac Pécs Pingvinek csapatától pedig 89-73-ra kapott ki. Az NKS vasárnap Tatabányán lép pályára. Vérmesebb remények nélkül juniorkorú játékosaival utazott el Pécsre a nyíregyházi kosársuli, amely 2 meccset is játszott kevesebb, mint 24 órán belül. Előbb a Pink Ese csapatától szenvedett 30 pontos vereséget az NKS, majd a Peac Pécs Pingvinek ellen már szorosabb meccset játszottak a vendégek, de ezúttal is a hazaiak örülhettek 16 pontos győzelmüknek. Farkaséczky Gyuláné szakmai igazgató a vereségek ellenére is talált pozitívumokat a mérkőzésekben. Az első mérkőzés az azt mondom, hogy egy kicsikét
számomra hagyott kívánni valót maga után. Nem azért, mert ugye, hogy a számszemélyi különbség, hanem inkább az, ahogy tehát a picit lélektelen volt maga a játék, tehát nem láttam azt az akaratot és azt a felszabadult játékot, amit ugye látni szerettem van ezen a mérkőzésen. Este azért leültünk, kicsit beszélgettünk a lányokkal, hogy végül is itt azért vagyunk itt, mert szeretjük ezt a játékot, és nem azért, mert bennünket ide kényszerítettek, és hogy kicsit jobban élvezzük, lazábban játszunk, mert ugye végül is ez a kosárlabda egy szép játék, tehát nem kell itt mindenféleképpen rágölcsölni. És a második mérkőzésre a Peac ellen valóban úgy jöttek ki a lányok, hogy mindenki vállalkozott, olyan gyönyörű megoldásaink voltak az ellenfél védekezésen, tök mindegy, hogy most embert fogott, egész pályázott, vagy éppen zónát védekezett, hogy tényleg öröm volt nézni. Az egy kicsikét ugye megnehezítette a dolgunkat, hogy a Dorina az ide korán kipontozódott. A nyíregyháziak vasárnap az utolsó előtti fordulóban Tatabányán lépnek pályára. Ez a mérkőzés elméletileg ugye itthon lett volna, de a Tatabánya kérésére mi pályaválasztó jogot cseréltünk, és így már utólag nem biztos, hogy egy baromi jó döntés volt ez, de hát mindegy, akkor ha kértek tőlünk, mi pedig általában mindenkinek segítünk, aki valamilyen kéréssel fordul hozzánk. Hát itt most elmegyünk, ugyanúgy megint utazunk egy jót, reméljük, hogy most az idő kegyesebb lesz hozzánk, mert azért Pécsre esőbe mentünk, esőbe jöttünk, tehát azért az nem volt egy egyszerű utazás. Hát most megpróbálunk mindent, tehát én azt mondom, ugyanúgy, amit eddig mondtam, hogy játszunk, kosárlabdázunk, élvezzük a játékot, és abban bármi kijöhet. Egy szoros eredmény lesz, akkor én azzal elégedett vagyok, ha meg nyerünk, akkor biztos, hogy ilyen tortákat sütünk meg, valami hasonló dolgokat adunk elő, de ettől függetlenül a papírforma még mindig azt mutatja, hogy a Tatabány az esélyesebb ezen a mérkőzésen. Az amatőr NBA tabelláját a TFS-e vezeti 23 győzelemmel és 2 vereséggel, megelőzve a 21-2-es mutatóval álló csatadíjasét. A nyíregyházi kosársuli 5 győzelemmel és 19 vereséggel a bennmaradás jelentő 11. helyen várja vasárnapi tatabányai vendégjátékát. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Szinte teljesen elfogyott a magyar burgonya a polcokról, miután kevesebb és gyengébb minőségű is termett a zöldségből, emiatt több importra szorult az ország az elmúlt hetekben, bár Európában is gyérebb volt a termés. A vásárlók közben jelentős drágulással találkozhatnak a boltokban. A korai anya-gyermek kapcsolat meghatározhatja a későbbi fiatal és a felnőttkori időszak lelki egyensúlyát. Ennek egyik alapja az a képesség, hogy a gyermek a saját és mások viselkedésének szociális következményeit előre látja. Ez 3-4 éves kor körül pontakozik ki teljesen. 1 milliárd forintos támogatással indít OKI és valamint hatósági agrárképzéseket és tréningeket a Baktalórádházi Vallyi Ádám iskola 6 másik intézménnyel karöltve. A cél, hogy a májustól elinduló 17 féle tanfolyammal az érintett megyénkben növeljék az ágazatban dolgozók versenyképességét. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták május 2-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Csütörtökön az Észak-Európa fölött törvénylő ciklon déli oldalán egyre melegen váltakozó nedvesség tartalmú léghullámok érkeznek a Kárpát-medence fölé, pénteken azonban hideg front vonul át hazánk fölött. Péntek reggelig változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő várható, zápor előfordulhat, helyenként zivatar is kialakulhat. A nyugati szél megélénkül, időnként megerősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 fok körül alakul. Az időjárás most a hideg frontra érzékenyeket terheli meg különösképpen, legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Péntek estig rövid napos időszakok mellett erősen felhős lesz az ég, zápor szintén valószínű, helyenként zivatar is kialakulhat. A nyugati szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19-23 fok között alakul.
A hétvégén változékony időre van kilátás, jobbára nedves, egyre hidegebb levegő éri el hazánkat. Többnyire erősen felhős lesz az ég, és több helyen, több alkalommal számíthatunk esőre, záporra, helyenként zivatarra. A jövő hét első napjaiban közepesen és erősen felhős területek, illetve időszakok váltakoznak. Csapadék főként keleten valószínű. Az erős szél csak a jövő hét közepére mérséklődik. A hétvégén még csak nyugaton, majd a jövő héten már keleten is visszaesik a nappali felmelegedés mértéke. Az éjszakák valószínűleg fagymentesek lesznek.